Kezettel. Versek vasárnap délután. Hallgatni a csendet, a lombok sóhajtását, a mak koppanását, amint lehull, aztán újra elindulni. Oravec Imre versei Tavasz Elül a bérceken, a nyergeken a szél. A napsugarak telibe találják a hóhelyét a hegyoldalban. Összegyűlik a rögeken a meleg, és lecsúszik a völgybe a házak közé, hol már várják. Kiszorul a földből a tél, a kövek alá bújik, a pincébe, az első házba, az árnyékba, és ott marad. A gazdák felocsúdnak. Abba hagyják a lószerszámok javítását, leteszik az árat, a fonalat, a tűt, előjönnek az istállóból, surcot kötnek, magvaknak szentelik figyelmüket, és fejben számolnak. Az asszonyok leakasztják a konyhán a farról a dughagymás zacskót, gaszt égetnek, és felássák a kiskertet. Mire áthevülnek a lépcsők, ámbitusok, kispadok, az öregek is észbe kapnak, elveszik köszvényes kezüket a masina mellől, és kibotorkálnak a szabadba. A kovács műhelyben megnő a forgalom. Egyre többen patkoltatnak lovat, élesztetnek ekevasat. Az erdőn véget ér a vágás. Nincs több döntés, gaijazás, darabolás. Idén már senkit se üt agyon a fa. Csak napszámos munka marad. Tisztítás és csemete ápolás a szegényebbeknek. A kocsmában megritkulnak a vendégek. Nem fogy a pálinka, búcsúig szünetel a verekedés, bicskázás. Eltemetik az utolsó hűtlen menyecskét, őszig nem lesz házasságtörés. A parókián a pap beírja a halotti anyakönyvbe: Halál, oka balta, és megkönnyebbülten felsóhajt a gyerekek mától mezitláb járnak, és kiszámolják az újjukon, mikor lesz husvét, mert öntözködéskor pénzüti a markukat. A tő szomszédok összebeszélnek, a következő vasárnap délután, etetés után kimennek a pástra, felállítják a rostát, tüzet raknak alatta, kukoricát szórnak rá, és felváltva rázzák. Könnyen kipattan, már jó száraz füst és kellemes kukorica illat terjeng a levegőben. Övezetek A falu koncentrikus övezetekkel vett körül. A legbelsőt a ház, az udvar képezte, ez volt a legbiztonságosabb. A következő a két bai portából, a kilső útból, a ház mögötti maruskertből és a ház előtti utca szakaszból állt. Ebben leselkedtek rám bizonyos veszélyek, Baji János bácsi, ha átesett hozzá a kőfalon át a labda, a bige, vagy az öreg maruzs, ha megkívántam volna az őszi barackiát, de érintkezett az elsővel, és szükség esetén könnyen visszahúzódhattam belőle. A harmadikat a vele közvetlenül határos porták alkották a Baji híddal patakkal és gémes kúttal. Ebben még jobban résen kellett lenni. Kivált, ha a matyó pistájék szérűjén játszottunk, és otthon tartózkodott a nagyapja, az öreg matyó. Vagy ha korpa misú észrevette, hogy belopakodtunk az udvarára, és macopajával is ajánlatos volt vigyázni. Ebbe tartozott viszont Vahalcsik sógor, Árva Pista bácsi, Mikiék portája, és Misik Krozinene háza is, hol csak jóra számíthattam. Ezután kezdődött a legkülső, egyben legterjedelmesebb, ez tette ki a felvég nagy részét. És noha ebben lakott Tibi és Korpa Gábor bácsi is, zömmel semleges házak helyezkedtek el benne, hova sose hívtak ugyanbe, de el se kergettek, ha bementem. Magába foglalta a kossútutat Gric Andris házától le egészen az Ambrus közig. A kilső út folytatását csordás Annusékig és minden talpalatnyi jó helyet. De határvonala gondosan kirekesztette a nyíltan ellenséges portákat, vagy az olyan bolondokét, mint Csirizmiskájé, ki minden ok nélkül rávágott a bakról ostorral az emberre, ha kocsival elment mellette. Ezért aztán elég szabálytalan, szeszélyes alakú volt, tele betüremkedésekkel, nyúlványokkal, mégis mindig pontosan tudtuk, hol van, hol ér véget. Mi ezen túl esett, az idegen területnek számított, hol minden megtörténhetett. Kivéve körös körül az egész nagy határt, hol nem lakott senki. patak doinában erett, és keresztül folyt a falun. Medrét udvarok végébe vágta, kertek alatt haladt, kazlak, ólak, szilvafák és bodzabokrok álltak a partján. Nem kanyargott, mégsem volt egyenes. Jobbra-balra fordult a fenéken, szorgalmasan kerülgette a fennakat hordalékot, a rozsdás fazekak és döglött macskák körül. Különben nem volt válogatós. Befogadott, megemésztett mindent, a mosdóvizet épp úgy, mint a trágyalét vagy a cefrét. Összeadta magát mindennel, mi folyékony halmazállapotú volt. Lelkesen vetette magát minden vegyi folyamatba. Vize általában sekély volt, hol világos, hol fekete. Az öblökben, hol gyenge volt az áramlás és álni látszott, vékony, szürke hártya képződött rajta, olyan volt, mint a szemen a hájog, csak gyűrött. Nyáron néha majdnem kiapott, de hóolvadás és nagy esők idején hirtelen megáradt, habzott és haragosan hömpölygött közeli célja a tarna felé. Ezek a tisztulás pillanatai voltak. Ilyenkor fellázadt, tudatára ébredt méltóságának, és új életet kezdett. Aztán maradt minden a régiben. Ott folytatta, hol abba hagyta. Megint lenyelt minden sértést, megaláztatást. Itt felszette, ott lerakta az iszapot, ezt a bonyolult összetételű, finom anyagot, és hagyta, hogy inni szálljanak rá a lepkék és a méhek. Ha meglátták a libák vagy a kacsák, mindig izgalomba jöttek, és lármázva futni kezdtek feléje. Csodálatos módon sose vágta meg a lábukat az üveg. A patak jó szolgálatot tett a falunak. Összegyűjtötte, feldolgozta, ülepítette, továbbította a szennyet, melyet az emberek csináltak, de a legjobb az volt benne, hogy mezitláb bele lehetett gázolni, fogást csinálni rajta, papírhajót eregetni, a felvégből az alvégbe menni, idegen porták titkát kifürkészni, lányokat meglesni, belevizelni, és mikor senki se látta, belemártózni. Kilső út Az összes út közül ezt szerettem legjobban a bai páston kezdődött, egy darabig majdnem párhuzamosan futott a belső úttal, aztán Árva Józsi háza előtt növelte a szöget, Árva Pista bácsi kútjáig lejtett, a kerítésünk végétől esés nélkül nyúlt az Ambrus közig, ott meredeken felszaladt, átszelte a fejes portát, és a templom faránál ért véget. Keskeny volt, burkolatlan, Kocsi ritkán járt rajta, nem vágta össze a kerék, nem taposódott bele elhullajtott ganaj, szén, a szalma, és a sara is gyorsan felszáradt. Magasabban feküdt az udvarunknál. Mikor kinyitottuk a hátsó kaput, mindig felléptünk rá, mint valami hágcsóra. Azon mentünk misére, meccsre, a temetőbe, Hosszúkra, Halomalá, Darnóba és Mórmari nenéhez kifejesség mellett lakott, vagy bárhová, ha falun alólon túra igyekeztünk, és el akartuk kerülni a fő utcát. Volt középtájt, Toplákék és Tirisándor háza közt egy szakasza, honnan be lehetett látni az egész felvéget. Itt a belső oldalon kerítés, a külsőn fent orgonás szegélyezte egész nap sütötte a nap, és mindig neszezett valami a sűrűben, tyúk, madár, egér, vagy ilyesmi. Itt rajzottak tavasszal legkorábban a suszterbogarak, itt ütközött ki legelőször a földből a lapulevél. levél, itt sütkérezett a legtöbb gyík, itt volt a legmelegebb, a legtitokzatosabb. Ha nem jött senki, itt mindig megálltam, és hallgatóztam. És néztem, mint peregnek ki és gördülnek alá a gyökerek közül az apró agyagrögök. Séta. Ez volt a portánk, fiam. Ez a kert, itt szemben, itt állt a ház, hol születtem, és gyerek voltam, mint most te. Nem mindjárt az út mellett, kicsit bejebb. A kis kert mögött, hol az a kőrakás van. Ennyi maradt belőle. Azt hittük, összeszedtünk, elvittünk mindent, de nem. Ezek a kődarabok elrejtőztek előlünk, és egyenként előbújtak a földből, mikor az új tulajdonos felszántatta és művelés alá fogta a telket. Úgy kellett őket később összegyűjteni és lehordani a szélére egy kupacba, hogy ne legyenek útban. Erre jobbra volt az udvar. Onnantól odáig. És arra lejtett, csak sokkal magasabban feküdt a szomszédokhoz képest. Azon az oldalon hatalmas kőfa löveszte hogy meg ne szaladjon. Tavasszal, mikor felázott, szerettem a tetején mászkálni. Az idegen istálló eresszel egy vonalban, azt is lebontottuk, kellett az anyag az alapba, mikor új telepen építkeztünk, hol most a nagyszüleid laknak. Az istálló, a félszer, a disznóol, meg a többi távolabb volt, arra hátul. De a kazlaknak nem volt külön szérű, se külön baromfi udvar. Szabadon jártak keltek a szárnyasok. Volt szén, a szalma, kukoricaszár, törek, volt ott minden, rendberakva, elszórva. Ej, mennyi mindent lehetett ott játszani. Micsoda pompás, búvó helyeim voltak. De nem akarom a szívedet fájdítani. Ott középtájt volt a nyári konyha. A kőfal innenső végénél, a lépcsővel szemben. Nem igazi, csak amolyan nyitott, félhajas ott főzött. De akkor még nem volt nagyanya. Fiatal volt, mint most anyád. És kenyeret sütött a kemencében hajnalont, amikor még aludtam. Kicsi építmény volt, enni se lehetett alatta, szellős, az eső is alávert, ha nem voltunk otthon, felszálltak a tűzhely lapra a tyúkok, de különben jó volt. Nem kellett bent piszkolni. Volt füstölőnk is. Mellette, de az később lett. Előttem van, mikor épült, meg kellett támasztani az oldalát, míg meg nem kötött a vályok közt a sár, hogy össze ne dőljön. Mert fiatal volt a kőműves. Nem volt még gyakorlata, nem rég szabadult fel. Itt, elől a sarokban, hol azt a horpadást látod, volt a kút. Csak az állatoknak húztunk belőle, a vájúba, meg az itató edényekbe. Magunknak máshonnan hoztunk, majd azt is megmutatom, mert rossz ízű volt a vize. Messzes. Ez a korhat törzs a kerítésben, melyre dróthálót szögeltek, vadgesztenyefa volt. Nagyapám, déd nagyapád ültette, mielőtt kiment Kanadába. Sokszor ültem fent rajta, de mindig féltem kisé, hogy a kútba esem, mely pont alatta volt, és sokáig fedél nélkül. A másik gesztenyefán fán nem? Az a kiskertben volt, és könnyebb is rá felmászni. Volt a derekán egy dudor. Először mindig arra tettem a lábam, és úgy. Itt volt a nagy kapu. És körülbelül ide esett a kiskapu. Mindig leszállt. Nyitáskor, csukáskor meg kellett emelni. Egyszer, mikor még kisebb voltam, nem bírtam kinyitni, és a kiskerten át akartam bemenni. Felkapaszkodtam a létszkedítésre, de hibás volt a téglaoszlop. Elengedett a habarcs, és rám dőlt, és betört a fejem. Sokáig varas volt, miután behegett a seb. Ma is viszket a hajam közt, ha rágondolok. Egyébként ritkán járok erre. De mindig megállok. Mikor mégis? Van úgy is, hogy egyenesen ezért jövök. Ácsorgok, nézelődöm. Aztán elmegyek haza hozzád. Otthonunkba. A városba dolgozni, pénzt keresni, hogy ennivalót vehessek magunknak és ruhát meg játékot neked. Lehet, hogy te is megállsz majd itt, mikor nagy leszel. És én már nem leszek. És talán már a falu se lesz. Erre sétálsz majd egyedül, a barátoddal vagy a szerelmeddel, bemutatod neki a vidéket, és talán eszedbe jut, hogy beszéltem itt valaha valamiről. De az egészből már csak arra emlékszel, hogy valahol itt volt a házunk. De ez nem változtat a lényegen. Tudsz rólam valamit. És ez fontos lehet egyszer neked. Az erdő óhajtása. Azt az erdőt vágyom, a Hajdanit, az ősvadont, mely egykor a határhelyén tenyészett, és a falut is övezte, körülölelte. Nem ölelte, hiszen bent volt a faluban, a falu meg benne. A fák közt álltak a házak. Azok rejtették, védelmezték. Azt a réges régit szeretném látni, abba belépni. Az óriás tölgy, a bükk, a szil, a juhar, meg a többi valaha volt növényi épület alatt járni. Megérinteni a legszebb példányok törzsét, völgyről hegyre, hegyről völgyre kóborolni, lapájon átvágni, oldalt megmászni, tetőre hágni, széthajtani a bokrokat, cserjéket és cikcakban haladni, hol sűrű, egyenes vonalban mozogni, hol ritkás, szántani a lábammal az avart, ropogtatni a száraz közben megmegállni, körülnézni és hallgatózni, hallgatni a csendet, a lombok sóhajtását, a makkoppalását, amint lehull, aztán újra elindulni, ledobni minden terhet és megkönnyebbülni, szabadnak érezni magamat. Nem gondolni többé semmi rosszra, gondra, elmúlásra, fenyegetésre, mindent észrevenni, ismerősként üdvözölni, harangvirágnak, szarvasbogárnak, szemeslepkének örülni, a hunyópókot hálószövés közben meglesni, egy léprigó édes énekében gyönyörködni, egyenes mogyoró veszőt vágni és vándorbotnak használni, vízfolyást, patakmedret követni, forrásra lelni és jót inni belőle, gombát felvenni, epret, szamócát szedni, vadméheket felfedezni és megkóstolni a mézüket, vadcsapásra térni és szarvassal, őzzel, hiúzzal találkozni, medvét, farkast, vadmacskát távolról megfigyelni, hatalmas karmok nyomát tanulmányozni egy ferderönkön, a koronák résén át egy darabka kék eget megpillantani és napsütötte tisztást találni, ráérősen leheveredni a fűre és beszívni a föld meleg szagát. Kilátópontot keresni és körülhordozni tekintetem a zöld hullámokon, véletlenül falubeli atyafiakkal összefutni, nem tartani a jámborfavágóktól, csapdaállítóktól, szénégetőktől és bogyógyűjtőktől. Leülni melléjük, megkínálni őket szűzdohányjal, elbeszélgetni velük, bármilyen nyelvet beszélnek is, megkérdeni, mi a mai doina vagy Istenhegy neve, és ők hogy hívják, mi azon túl van, de nem árulni el nekik, hogy ez az erdő egyszer körös körül, mindenestől eltűnik. Elbúcsúzni tőlük és menni, menni, nem törődni többé irányjal, ruhával, külvilággal, csak törni előre, egyre beljebb hatolni a rengetegbe. Eltévedni, beleveszni, beleolvadni, hozzá hasonulni. Benne belőle, vele és általa élni, és soha többé elő nem jönni. Imre Kaszás Gergő előadásában hallották. Zenei szerkesztő Barlai Zsuzsa. A műsort Varga Zoltán szerkesztette.